Jó estét kívánok, igen nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Rólad is szól a dal című műsort látják, és ma megint küzdelem, küzdősport. Én azt gondolom, hogy ha küzdősportról beszélünk, akkor nem lehet más a vendégünk, mint Repka Attila, olimpiai bajnok, akinek külön megköszönöm, hogy Miskolcról vette a fáradtságot, és eljött a Budapest Televízió stúdiójában. És a kedves nézőket kérném, hogyha van kedvük, telefonálnak, de ha nem akarnak telefonálni, mi annak is örülünk, ha néznek bennünket. Én azt gondolom, ha egy olimpia bajnok felszáll a vonatra és elutazik Budapestre, akkor azt gondolom, hogy ez egy nemes dolog, és azért értékelni kell. Én személy szerint nagyon értékelem Attila, üdvözellek a stúdióban. Akkor egyből csapjunk bele keményen. Tudod, mi régi harcosok azért elég jól ismerjük egymást, ami nem egy nagy baj. Mert tudod, az a jó, amikor az ember ismeri a másikat, és tűri, és jó ez a kapcsolat. De te nem vagy egy egyszerű ember, ezt már mondtam itt egy-két nagy bajnoknak, nagyon nagy bajnokoknak, de ha valakire azt mondom, hogy nem egy egyszerű eset, akkor azt mindenféleképpen úgy hívják, hogy Repka Attila, vagy én tévedek nagyot? Nem, abszolút nem tévedsz. És miért vagy te ilyen nehéz ember? Miben vagy nehéz? Most tényleg legyen ez tényleg egy ilyen emberi beszélgetés, derüljenek ki róla a dolgok, olyanok is, amik eddig nem derültek ki. Hallgatlak. Nem tudom, ez így alakult. Elég sajátos felfogásom van az életről. Van, akinek nem nagyon tetszik, és azt terjeszti, hogy nehéz ember vagyok. Én azt hiszem, hogy azért, hogyha kellőképpen megtalálják velem a hangot, akkor tulajdonképpen ki lehet azért velem jönni. Én sokat gondolkodtam azon, hogy ezek a nagyon nagy bajnokok miben különböznek azoktól, akik majdnem nagy bajnokok lettek és mégsem lettek azok. De valóban ezekben a nagyon nagy bajnokokban van némi érdekesség, szóval talán a viselkedésükben, talán a modorukban. Most nem akarok itt összehasonlításokat tenni, de azt kell, hogy mondjam, hogy hát elég régóta ismerlek, és én is úgy ítéltem meg, végülis az ismeretségünk alapján, hogy te nem vagy annyira nehéz ember, de mégis bizonyos helyzetekben olyan, mintha valami megcsípne téged, és akkor egyik pillanatról a másikra az a érzelmes, jóindulatú, kedves Repka Attila egyik pillanatra a másikban kicsit olyan irónikus, kicsit gúnyolódós, kicsit... Ez miért van így? Hát tulajdonképpen általában, amikor ilyen vagyok, akkor valamilyen céltól engem el akarnak tántorítani, amit én kitűztem. Igen, és amit én kitűztem magam elé, és hát akkor azt nagyon a szívemre veszem, és akkor tulajdonképpen se Isten, se ember, tehát én meghatározom a célt, és onnantól nem tudnak eltántorítani, bárhogy akarnak, és ebből adódnak általában konfliktus helyzetek. Most akkor ugorjunk, mert majd ugrunk jobbra, balra, előre, hátra. Ugye volt egyszer egy Európa-bajnokság, ha jól emlékszem, tám Moszkvában, ugye? Ahova utolsó pillanatban teljesen készült, minden rendben volt, egyszer csak egyet gondoltál, és úgy döntöttél, hogy nem fogysz le, vagy nem fogytál le. Nem, egyszerűen nem utaztam el, mert... De miért? Mi volt ott például? Most ez például egy olyan eset, amiről beszéltem az előbb. Nem arra, hogy ilyen nehéz kérdéseket... Összekülönböztem vezetőkkel is. Úgy döntöttem, hogy én akkor inkább itthonról nézem. És te gyakran teszel ilyet, hogy összekülönbözöl a vezetőkkel? Nem igazán. Hát ott lehetne magyarázkodni, súlyom is sok volt. Még egy utolsó fellángolás volt a 2000-es olimpia előtt. Úgy is volt, hogy én utazom az olimpiára is, mert az Európa-bajnokságra és hazai válogatókat megnyertem. Nem úgy jött össze. Tehát az ilyen hattyúdalszerűség volt, bár én teljesen komolyan gondoltam. Jó, akkor megint ugorjunk. Tudod, jó, ha ugrálunk, mert akkor nagyon nehéz követni bennünket. Most ugorjunk egy kicsit vissza, azért ne beszéljünk egyből nagyon nehéz dolgokról, majd még itt beszélgetünk nehéz dolgokról. És egy kicsit menjünk vissza, hogy tulajdonképpen hogyan lettél birkózó? Hogy szeretted meg ezt a nagyon kemény sportágat? Hát ez tulajdonképpen egy tipikus eset. Egy iskolai toborzás alatt bejöttek az osztályba Rusznyák József és Görcsös József edzők. És hát mint mindenki az osztályból, az összes fiú jelentkezett, én is. Aztán ott ragadtam egyszerűen, nekem nagyon tetszett,
és ott maradtam, tehát nincs ebbe különösebb. Nekem tetszett, és ott jókat birkoztam, viszonylag hamar jöttek a sikerek is, úgyhogy ez azért mindenféleképpen meghatározó volt. Tehát tulajdonképpen úgy kezdődött a pályafutásod, hogy egy abszolút könnyen Repka Attilát ismerhettek meg a mesterek. Nem, azért annyira nem voltam én könnyű, tehát... Mondj egy-két történetet, eltűntőnél vagy? Tehát volt hasonló, volt, amikor tulajdonképpen hazazavartak, illetve mondták, hogy hozzam le a szerelést. Egy ilyen bemutató, még annak idején május 1-én mentünk ki a felvonulás, Csanyik, Majális Park, és hát bemutatózni kellett. Hát én nekem ez nem fülött a fogam, én úgy gondoltam, hogy nem produkálom magam, és mondtam, hogy én nem megyek. Jó, akkor hozd le a szerelést. Hát én vittem is természetesen, ahol megkérték, de aztán utána természetesen szóltak, hogy na jó, akkor ezt még elnézzük, de azért látszik, hogy rendes mestereim voltak, soha többet nem hívtak ilyen bemutatóra. Ja, mindig azt szoktam mondani, hogy az ifjúsági junior eredmények nagyon meghatározzák tulajdonképpen a felnőttkori eredményeket. Persze, aztán van úgy, hogy valaki ott nyer mindent, aztán hirtelen eltűnik, de aki azért ott marad, az azért baj csinál előbb-utóbb. Te is junior világbajnok voltál, jól emlékszem? Ifjúsági világbajnok, bocsánat. És ugye mind a két fogásnemben indultál, és az egyikben harmadik lettél, igen, a szabadfogásban. Igen, szabadfogásban. Ez is egy ritka dolog, de azt kell, hogy mondjam, nem tudom, talán valamelyik én is értek a szabadfogásot, de te nagyon jó szabadfogásra birkózó volt. Én meggyőződésem, hogy ha te szabadfogást választod, ott is nagyon nagy baj csináltál. Te hogy érzed? Jól döntöttél? Így utólag természetesen jól döntöttem, meg hát látva akkori szabadfogású mezőnyt, az nagyon kemény volt, tehát volt egy Fadzeja, aki szinte verhetetlen volt, tehát több mint valószínű, hogy nem érhettem volna el nagy sikereket. De azért elképzelhető, hogy egy-két világversenyen érmet szereztem volna. Sőt, most tovább megyek. Tavalyi évben még indultam, és szabadfogás 96 kilóban a magyar bajnokságon. Hát egy kicsit többet kellett volna edzenem, mert a döntőben sajnos kipukkadtam, elfáradtam és föl kellett adnom. Még 4-0-ra vezettem, de nem bírtam ki. Megmondom őszintén, hogy már is megemlékezettem, ott voltam ezen a magyar bajnokságon, és nagyon megható volt az, ahogy... De ez is ehhez Repka Attilának kell, hogy ilyet csinálja, hogy egyszerűen fogtad magadat, és azt mondtad, na jó, elég. Tehát, hát nem... De 4-0-ra vezettél, és komolyan mondom, 100 emberből 100 azt mondta volna, ezt a mérkőzést nem lehet elveszíteni, és egyszer csak mi történt ott? Hát elfáradtam. Csak hát ennyi? Nincs ez a... Elfáradt, tehát a máskor is. Hát persze, csak már most... Más fáradtság. Más, ez már nem olyan, hogy minden áron. Tehát én már azért birkózom, meg ha már szőnyegre állok, hogy élvezem. Tehát én már nem minden áron, hogy most első legyek, hanem én abban a pillanatban edzésem mai napig is, hogyha birkózom, és érzem, hogy már nem tudnék esetleg kivitelezni úgy fogást, akkor abba hagyom. Tehát én a magam örömére csinálom már csak. Tehát akkor tulajdonképpen az ifjúsági világbajnokságon nagyjából eldőlt a fejedbe, hogy mégis kötött fogású leszel. És akkor elkezdtél komolyan edzeni. Melyik volt az az első komoly verseny, amikor érezted, hogy itt nagy dolgokat teszel, majd itt nyersz világversenyt is? Hát azért nem volt ez ilyen egyszerű, mert hogy én kötött fogású leszek, de nekem ott volt a Szalontai Zoltán szabadfogású 68 kilós klubtársam, tehát a 68 kiló már be volt töltve, és kötött fogásba de már azért, üresedés. De azért rettegettőled az Oli, vagy nem? Hát jókat birkoztunk, inkább így fogalmazok. Nagyon szerény vagy. Így fogalmazok, jókat birkoztunk, mai napig is kollégám és barátom. És akkor ott szabad, vagy kötött fogásba üresedés volt, és akkor én egyből oda. Hát hogy mikor gondoltam azt, olyan 87-ben már azért elég sok komoly embert megvertem, tehát akkor már gondoltam, hogy esetleg előbb-utóbb oda kerülök. De persze verseny nem nyertem 87-ben, de azért mindig valakinek az orra alá borsot törtem. Sőt, 86-ban még úgy volt, hogy szerettek velem birkózni, majd később már egyre kevésbé, úgyhogy már nem mutogattak, hogy de jó lenne az a magyar gyerek. Igen, hát most látom, nincs kiírva, hogy Repka Attila olimpia bajnok, mert ugye még ezt úgy különösebben nem mondtam el, de azért szeretném elmondani itt a kedves nézőknek, esetleg azoknak a fiataloknak, akik még nem éltek akkor és nem tudták azért. Repka Attila olimpia bajnok, világbajnok, ezüstérmes és négyszeres Európa bajnok, világkupa győztes. És egy kiváló birkózó, ezt csak azért mondtam el, mert hát látom, ott hiányzik a felirat, és hát, hogy ne érje szóval ház elejét. Attila,
jött a Barcelona. Ott mit éreztél? De most nem úgy tudod, hogy tudtam, hogy megnyerem. Tényleg tudtad, nem tudtad? Nem, hát elég hamar belevágtunk ide, tényleg, ahogy mondtad. Igen, mert most már nagy az idő, nézem, ott, de én olyan témákat akarok megpendíteni, hogy kevés lesz az idő, úgyhogy még a végén zenét sem hallgatunk. Hát lehet, igen. Az, bár azt sajnálnám. Igen. Tulajdonképpen én minden, tehát már 92-ben már úgy azért mindig esélyesként szerepeltem. Tehát úgy érem közel, tehát érmeket szereztem, Európa-bajnokságot már nyertem 2-t, tehát úgy éreztem, hogy oda kerülhetek a dobogós helyezés. Dugacsével birkoztál előtte? Előtte már birkoztam, igen, hát szóval ő egy eléggé nehéz eset volt. És a francia? Hát ő még nehezebb. Tehát, ez egy kis karberántás. Nem, hát az az igazság, hogy sok magyar birkozó úgy van, hogy az oroszokat, vagy a szovjet utódállambelieket kerülné legszívesebben. Én inkább egy franciát, egy svédet kerültem volna, mert hát én nekem nem feküdtek rend a birkozás harcmodoruk. Hát úgy keveredtem oda, hogy azért érem mindenféleképpen. Aztán jöttek a mérkőzések, viszonylag jó sorsolást kaptam, persze benne volt a francia, a román, de a Dugucsiev a másik ágra került, ő már akkor háromszoros világbajnok volt, Európa bajnok, és már 2-szer megvert. Na persze nem olyan nagyon, de sajnos nem azt mondom, hogy esélytelen voltam, de megvert. Tehát mindig valami elment. És akkor hogy jöttek a győzelmek, elég simán, mert végül is végig eléggé sok pontot tudtam csinálni, meg jól ment a birkozás, és hát akkor jött a döntő tulajdonképpen. Hát arra úgy kicsit félve álltam oda, bár megvolt a taktika, megbeszéltük sok emberrel, meg saját magam is úgy okoskodtam, meg a csapattársai, mindig megbeszéltünk mindent. És hát az volt a taktikám, hogy az első 3 percben semmilyen pontot nem engedélyezek, és minél nagyobb iramot diktálok, mert a kondícióval gondoltam azt, illetve gondoltuk azt, hogy sebezhető, és hát végül is bejött, mert 0-0 az első 5 perc, és utána hosszabbítás. De azért ez nagyon kritikus kis helyzet volt, de ezt nagyon jól megoldotta, ezt az utolsó akciót. Hát mondhatni azt, hogy ez szinte az a kép, az bejárta az egész világot, és az tényleg a helyén volt az akció. Óriási volt, de nagyon is örültél neki. Most akkor egy mondat erejéig azért csak beszéljünk a másik kollégáról, Farkas Péterről, olimpia bajnokról. Milyen volt a viszonyatok nektek akkor Petivel? Nekem nagyon jó volt, a mai napig is, úgyhogy... Látod, ez a tél, ez nagyon örülök neki, hogy... És annak külön örülök, hogy egyébként a váróban kint van Sika András olimpia bajnok, hiszen vele jött. Ez egy jó érzés, amikor az olimpia bajnokok, akik tényleg nagyokat alkottak, és mégis összetartatok, együtt vagytok. Tehát ez egy olyan jó érzés, hogy nem gyűlölitek egymást, nem utáljátok, nem gúnyolódtok, meg stb. Ez egy nagyon jó. Bocs, de van egy telefonál. Jó estét kívánok! Haló! Szervusztok! Szia! Attila, én Timofej vagyok a Vasasból, gondolom is lesz. Igen, szia! Halló, szia! És csak annyit tettük volna, hogy hát ilyen biztosok igazából tényleg nem volt, mint te voltál. És örülök, hogy ilyen voltam az egész sportágnak, és most is olyan energikus vagy edzőként, mert a fiammal tapasztaljuk, hogy a versenyekkel milyen lendületesen bízhatod a srácokat, és legalább olyan erővel, amilyen te birkoztál, és fiamnak is sokszor mutatom azt a jelenetet, amit tudod, emlékszem, mutattad azt a 4-est. Hogy négyszeres voltál. Szerintem ott voltál a csúcson, és remélem sokáig a birkozásban maradsz még. Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonáltál, nézzél máskor is bennünket. Hát Attila, szóval visszatérve, ez egy jó érzés, hogy így jóba voltatok és vagytok. És talán egy mondatban tervezted, hogy meglátogatod Petit? Természetesen, hát... Én a Petivel tulajdonképpen úgy mondhatom, hogy napi kapcsolatban voltam a mai, tehát a fér előttig. Mi minden héten beszéltünk telefonon, ha Pesten jártam, vagy a Bandinál aludtam, vagy a Petinél, tehát azt hiszem, hogy a Petitől jobb barátot nem is nagyon lehet elképzelni. Köszönöm. És szerinted melyik kötök a nehezebb ember?
Mert hát ugye most biztos, hogy ő, mert most olyan nehéz, de ugye hát egyébként... róla is mondják, de... Egyébként nem tudom, és szerintem nekem ő se tűnt olyan nagyon nehéz embernek. Szerintem ő is olyan kis jó indulatú, kis... Mondják. Voltak furcsa dolga, inkább azt mondom, hogy más, mint az emberek általában, és azt gondolják, hogyha valaki a nagy... Szóval más, úgy nagyon más, akkor az már gáz. Szerintem ő is egy érdekes típusú. Hát igen, mert az emberek hamar rámondják az emberre, hogyha egy kicsit más véleménye van, hogy máshogy él, hogy ez egy jó, ez nehéz ember. Épp minap néztem a televízióba, egy szavazás volt, 98% igen, de hát még mindig volt 2% nem, tehát most melyik a jó? Tehát akkor azok a nehéz emberek, vagy a 98% a nehéz? Tehát ez, hát azért a világnak előre kell menni, és azért kellenek néha ilyen nehéz harcosok is, mint Farkas Péter és Repka Attila. Attila, de mi volt itt körülötted? Most jó, én tudom, de a nézők nem annyira tudják, és én örülnék, hogyha ez a műsor arról lenne híres, hogy itt dolgok kiderülnek, és úgy derülnek ki dolgok, hogy senki nem rossz indulatú senkivel, mondjuk én nem veled, te nem velem, és hát nézőket is tiszteletbe tartva. Szeretném, hogyha a nézők megtudnának egy kicsit többet róla, mert ugye itt tudom, hogy ugye elkezdődött a harc, hogy ki is tulajdonképpen Repka Attila edzője, tulajdonképpen kinek is jár a járadék, és akkor ment itt a húzavona, vagy ahogy a Görcsös Józsi bácsi, vagy pedig ugye a Gutmann Józsi. Tehát ezek a dolgok itt mentek, és én igaziból nem szeretnék állást foglalni, mert nekem nem ez a dolgom, viszont azt szeretném, hogyha te egy kicsit közelebb hoznád a kedves nézőket, hogy tulajdonképpen mi is történt veled, mert érdekes módra azért most van egy néhány edződ. Kik a te edződ, és igaziból légy szíves, őszintén mondd el, kiknek köszönhetsz te nagyon sokat? Hát én nagyon szerencsés helyzetben voltam Diósdörben, illetve pályafutásom során, ugyanis nekem 23 edzőm volt összesen, én összeszámoltam. Igen. Na, tehát, ez belavasz hát dolgokat bennünket, ez nem semmi. Igen, tehát 23 edző volt, akinek a keze alatt dolgoztam, ilyen-olyan szinten, junior válogatott, ifi válogatott, klub, felnőtt válogatott, tehát, és mindenkitől tanultam elég sok mindent, vagy próbáltam tanulni. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés volt, és az elején meg is beszéltük, kérdezted, hogy bármit kérdezhetsz, természetesen nekem nincs takargatni. Ez is nagyon jól esett, mert nem akarták kikerülni semmit. Tehát. Nem. Én nyugodt lelkiismerettel bármiről beszélek, tehát nekem nincsen olyan takargatni valóm. Abszolút. Most hogy néz ki ez a per? Mert ugye ez a per, ez tulajdonképpen én nem tudom már lassacskán. O.J. Simpson esetleg. Talán most már lassan közelítünk hozzá. Én 15 vagy 20 bírósági tárgyaláson, ilyesem, meghallgatáson, birkózó, közgyűlésen. Tehát már elég sok helyen elmondtam erről a véleményemet. Volt egy papír, ami egy edzői járadékra jogosító papír volt. Én sokat gondolkodtam rajta, hogy ki az az ember, aki a pályafutásom során a legtöbbet segítette. Tehát tulajdonképpen akkor 23 ember segített. Segített, több is, mert akkor még nem beszéltem azokról, akik csak úgy... De te azon gondolkodtál, mivel meg kellett nevezni hát valakit. Egyet meg kellett neveznem, és én Görcsös Józsefet, akit már említettem az imént, hogy ő toborzott a birkózás számára, vagy ő fedezett föl, és a mai napig is együtt dolgozunk, most már kollégáként. Én úgy gondoltam, hogy ő az az ember, aki a legtöbbet tette annak érdekében, hogy én eredményes sportoló legyek. Én ezzel nem állítottam azt, hogy mások nem, csak egy embert meg kellett jelölnöm, és ennyi a történet. Tulajdonképpen Gutmann József ezt nehezményezte, és jogi útra terelte a dolgot. Most már éppen a mai nap kaptam meg a leges-leges legújabb másodfokú, nem is tudom, én már lassan ki leszek okosodva ilyen jogi procedúrákba. Másodfokú ISM-ből, vagy igen, ISM-ből egy határozatot, amiben szint elutasították megint, és Görcsös Józsefet jogszerűen életjáradékra jogosultnak minősítették. Bocs, és szerinted igazságos ez így ez a rendszer, hogy mint ahogy elmondtad azt, hogy 23 meg akárhány edződ volt, és hogy végül is, mert tudod, ez azért nehéz dolog, mert amikor valaki nyer,
Hát akkor van Akkor barát is, rettenesen meg sok edző edző. lesz az edző, de jó, hogy így neked így is van, mert mondtad, hogy vannak. Persze. De nem biztos, hogy amikor nagy bajba vagy, akkor is van ennyi edződ. És de ez akkor is, bocsánat, hogy a szabadon akkor is ott van Görcsös József, mert nagyon sok olyan helyzetben most én nem őre gondoltam, voltam, hanem azt mondom, hogy akkor már magára... Természetesen akkor már nincs olyan sok edzője az embernek, mert... Ekkor lecsökkent, mert 3-4-5-re. Persze, persze, ez olyan, mint a barát, amikor megy a szekér, akkor nagyon sok van, majd később nagyon kevés, de sajnos ez ilyen, ez magyar... elsősorban magyar mentalitás. Ami ebben az ügyben engem rettentő módon zavar, a legutolsó ilyen meghallgatáson voltunk, és ültek emberek, Gutmann József mellett jöttek kardoskodni, és az az igazság, hogy volt olyan ember, akit én nem is ismerek. Tehát én még életemben nem láttam, és ő odajön, és azt állítja, hogy már pedig Gutmann József volt, és ő a... Hát, szóval van, aki nem látott edzeni, és ilyenbe, és komoly emberek, tehát nem úgy, hogy valakit Persze, az utcáról, hanem ők formálják a jogot, és nem is tudom, hogy én nem találok szavakat erre, de hát ezt az ő saját lelkiismeretükbe kell majd Hát igen, ez ebben azért is nem akartam különösebben állást foglalni, mert ez nem az én dolgom, de minden esetre nehéz ügy, erre valamit nagyon jót ki kell a jövőben találni, valami hibátlan dolgot, de hogy mi lenne igaziból a hibátlan, nem tudom. Mert nagyon nehéz megkiszámolni azt, hogy kinek mennyit köszönhet az ember. Ez végül is élete vége, mikor az embernek az élete végéhez ér, ha tudna akkor gondolkodni, nagyon nehéz lenne pontosan meghatározni, hogy most ennek ezt, ennek azt, mert ugye olyan bonyolult ez a világ, szóval. Természetesen, plusz még, hogyha belegondolunk, azért egy-két év alatt nem is lehet olimpiai bajnokot nevelni, tehát ez egy nagyon hosszú folyamat. És Persze. akkor, hogy kitől, az adott pillanatban kitől kapott mennyit, Persze, és hogy, és meg kitől, ezt... hogy tanult, ez nagyon nehéz döntés. Lehet, hogyha pont rá... ott a portás nem lett volna ott, és nem igen, pacskolta volna meg a vállalat, igen, lehet szóval nem lehet. Most nem lehet tudni, érted? Semmit nem lehet tudni. Ezek nagyon nehéz nagyon dolgok. Kényes. Szerintem a legjobb megoldás, hogyha az adott klub kapná. Tehát a támogatás céljából a gyerekekre fordítandó. Így van, most... Erre nem maradt sajnos idő, mert azért Hajtós Berci olimpiai ezüstérmes ott pihenget kint, de inkább beszéljünk nehezebb dolgokról. Azt azért elmondom a kedves nézőknek, hogy Repka Attila, ha jól számolom, 50 kisgyermekkel foglalkozik, aminek nagyon örülök, mert ki legyen a példa, kire nézzenek fel, ha nem egy Repka Attilára? Ki előtt essenek hasra, ha nem egy Repka Attila előtt? Hát igenis, én azt gondolom, hogy ilyen nevek kellenek, ilyen arcok, ilyen személyiség kellenek ahhoz, hogy húzó erő legyél. De azért most mégis beszéljünk a negatív dologról. Mert azt mondtad, mindent kérdeztek. Akár hát akkor bármi. Most te nem tudsz nekem adni, most én adok neked. Tehát volt neked valami olyan problémád is, hogy valami rendőrséggel volt, valami, hogy itt áll valamit, most nem tudom, mi történt, nem szabad, hogy szabad beszélni. Persze, lehet. Hát mert ez már egy régi. Ki, de tudom, de itt össze-vissza olvastam mindent az interneten, akkor ugye ez már 87-es. De azt is valamit fölvállaltad, hogy bementél rendőrségre, persze, és feladtad magadat nem magadtól. Nem feladtam magam, nem. Hát azért ez egy kicsit bonyolultabb ügy volt. Rövidítsd le. Az egész annyi, hogy horgászatból jöttem, megittunk egy pár sört, én autóval mentem, nem is tagadtam egy percig se. Bementem Miskolcra. Pár óra múlva ült helye az autómnak, fogtam rendje és módja szerint, bementem a rendőrségre, és mondtam, hogy eltűnt az autóm. És hol voltam, és elült. És akkor ennyi volt, és mondták, hogy na akkor körülbelül mennyi, mondtam, hogy hát, hogy 2-3 sör és hasonlók. Jó, hát és akkor ebből bírósági ügy lett, úgyhogy az nem én értem, mert hát nem is autóval volt. Tehát nem autóval, kérdező, tehát nem úgy, hogy most engem megfogtam. Igaziból, hát nem is értem az egészet. De hát ez egy tanúvallomás alapján, a tanúvallomás természetesen én voltam, de hát én nekem nem volt mit takargatni, az automat ellopták, elmondtam, itt voltam, ott voltam, kész. És akkor így elvették a jogosítványomat egy évre. Tehát mondhattál volna ilyet, olyat, de te inkább nem, az nem, hát mondtad, most miért mondtam volna? Hát. És akkor szerintem a magyar igazságszolgáltatásban talán én vagyok az egyetlen, akinek tanúvallomás alapján elvették a jogosítványát, de hát ezt hát is felvállaljuk, hát nem megy minden úgy, mint a karikacsapás. Vannak barátaid? Igen, hál' Istennek, én azt kimerem jelenteni, hogy vannak. Nem sok, de van. Birkózásban is?
Most azt tudom, hogy van egy pár. Főleg birkózásban van, ja, főleg ez nagyon jó birkózásban esik. Azért, van. Azért figyelj, tudom, mégsem olyan problémás ez a birkolósport, mert látod, azért itt mégis annyi barátság kötődik, és egy életre szólóak, nem? Szóval azért mégis ennek komoly varázsa van. Én azt mondom, hogy a mi csapatunk, tehát az annak, az, ahol, amikor én birkoztam, az a válogatott, az ebben a szempontból kiemelkedik. Tehát mi összejárunk a mai napig is. Tehát, hogyha mondjuk egy gyerekszületés, vagy egy névnap, vagy egy különleges ünnep, vagy csak talán te is voltál a 88-as olimpiai csapat, mindenki egy közös focival. Tehát mi tudunk egymásról, tartjuk egymással a kapcsolatot, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó dolog. Igen, azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, amikor ott voltam utoljára ezen a találkozón, nagyon örültem, hogy meghívtatok, és megdöbbentem, hogy több mint 50 érmet szerzett ez a csapat, akik ott voltak. Szóval hatalmas nevek voltak abban a csapatban, és óriási egyéniségek. Hát nem tudom, hogy a jövőben hogy tud majd ez a nemzet kitermelni ekkora egyéniségeket. Talán régen egy kicsit többet áldoztak rá, meg talán nem is, lehet, hogy nem is voltunk mások, nem volt minden más. Nem tudom, de valahogy mégis más volt. Te nem így érzed? Hát minden esetre most egy picit nehezebb. Én most gyerekekkel foglalkozok, ez a generáció már nem igazán arról híres, hogy oda teszi magát edzésen, de azért mindig van, én bizakodom, és biztos vagyok benne, hogy mindig van egy-két gyerek, akinek megvan írva, hogy adott esetben most per pillanat birkozó lesz, vagy esetleg más komoly sportoló, tehát mindig lesz, én bizakodom, és hát ezért is dolgozom. És mi az, amiket meg akarsz valósítani, amik olyan nagy célok? Tehát mondjuk olyan, mint az olimpia, mert azért a kedves nézőknek szeretném röviden elmondani azt, hogy azért ez az Atlanta se voltam olyan lefutott, mert ugye nem tudom, ott elég csúnyán ott olvastam az interneten, nem tudom, azt mondom, 22. lettél, vagy valami ilyesmi van leírva. Azért azt azért el kell, hogy mondjam én, aki ott voltam, és azt láttam, hát az a lengyel, hát te vezettél ne végig, egyértelmű volt. Én azt például azóta nem tudom feldolgozni, hogy szerintem, ha azt a meccset megnyered, szerintem olimpia bajnok vagy ott is. És hogy mi a franc, mi történt veled, hogy vezető pozícióból egyértelmű, jó birkoztál, semmi bajod nem, mi volt ott, tehát mi történt? Ez komolyan amikor ilyeneket kérdezek, mindig Polyák Imre bácsi jut eszembe, hogy pajtás. Mondjuk pajtás, komám. Én is lehettem volna, igen. Egy kicsi hiányzott, de az nagyon. Hát nekem az a kicsi hiányzott ott nagyon. Nagyon elrontottam a fogyasztást. Tehát előtte én borzasztóan szenvedtem, és rettenetes állapotba kerültem, és másnap nekem birkozni kellett, tehát azért ez hozzátartozik. Te is fogyasztottál eleget, úgyhogy nem kell külön hangsúlyoznom, hogy egy jó fogyasztás nagy mennyiben határozza meg az eredményes szereplést. Hát nekem nem jött ott össze, nagyon-nagyon, tehát ott tényleg úgy mentem oda, hogy abszolút esélyesként hazai Európa-bajnokságot az évben, tehát a 96-ban itthon megnyertem, viszonylag jól birkózva. Nem jött össze, hát nem tudok, néha én is kesergek rajta, de azt hiszem, hogy így már utólag... De jó formában voltam. Jó formában voltam, így utólag már kár ezen keseregni, mert akkor kellett volna, de hát nem ment. Ezek olyan dolgok, hogy akkor nagyon bántja az embert, utána még jobban. Aztán eljön a pillanat, hogy nem igaz. Akkor fogadjuk már meg Polyák Imre tanácsát. Igen, ez szóval egy kicsi hiányzik, de az nagyon. Igen, az nagyon. Hát Attila, őszintén megmondom, nagyon örültem, hogy eljöttél Miskolcról, és én azt kívánom neked, hogy legyél olyan boldog, mint amilyen sikeres, hiszen most született gyermeked, aminek nagyon örülünk. És hát kaptál tőlem egy SMS-t, remélem. Igen, még el van téve. Megfogadott, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy te egy jó ember vagy, és én szeretném, hogyha nagyon hasznos lennél továbbra is a birkózásban, olyan, mint birkózó voltál. Birkózó az akkora birkózó voltál, hogy ezelőtt kalapot kell emelni bárkinek ebben az országban. Köszönöm, hogy eljöttél. Szívesen. Maradjanak velünk, most pedig hallgassunk meg egy bajnok vagy című nótát, amit megérdemel Repka Attila. Lány is azt a karika értetett.
Estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Továbbra is a Rólad is szól a dal című műsort látják, és vendégünk Hajtós Berci. Mondhatjuk azt, hogy jól mondom, hogy az egyik legeredményesebb dzsúdós Magyarországon? Igen, az egyik, igen. Jól mondtam. Ki a másik? Van a Kovács Anta. Bizony. És tudod, hogy Kovács Anti már volt a vendégünk, és nagyon jól érezte itt magát, hát remélem, hogy te is jól érzed magad. Először is, Berci, nálad is induljunk előről, mert azért szeretném megtudni, hogy hogy lettél dzsúdós, mert azért az egy jó dolog, hogyha aki bejön ide egy ilyen nagy bajnok, aki azért tudni kell, hogy olimpián volt második a Bercén, világbajnokságon volt második. Bekket nyertél, vagy hármat, jól mondom? Háromszoros beggyőztes vagy. Háromszoros beggyőztes vagy, kétszeres Európa bajnok. Most meg sok. Ebbi a második, ebbi a harmadik helyek. Hát ezek csak úgy jöttek. Hány érmed van összesen? A világversenyről 11 érmet szereztem összesen. Európa bajnokság, világbajnokság és olimpiát, mind a háromban lesz, 11 érmet. Akkor a Komáromi Tibinek majdnem oda kellett figyelned rád, mert őnek végig 17 van, hogyha utánpótlás is beleszámoljuk, de 14, tehát az nagyon közel állt ahhoz, és hozzáteszem, hogy mégis, ha jól emlékszem, Tuncsik József Európa bajnok volt az első, aki mégis ebben a sportágban nyert. Igen, 1976-ban ő volt Európa bajnok, Kijevben, Tuncsik József. És térjünk vissza akkor. Hogy indult a pályafutásod? Induljunk előről. Hát az elég forrómúci helyzet voltam, hogy én elkezdtem dzsúdozni. Először azt hiszem, hogy kajakozni kezdtem el, és utána ez fél évig ment, az iskola nem ment jól, édesapám azt mondta, hogy fejezzük be ezt a sportot, akkor abba hagytam. Utána másik iskolába kerültünk költözés miatt, és ott kezdődött a dzsúdó pályafutásom 13 évesen Miskolcon. És birkózással mennyire barátkoztál? Hát itt Attilájékon keresztül. Én tulajdonképpen nem is akartam a sporton, meg se fogott a fejembe, ez csak úgy nem akartál sportot, mit akartál? Nem tudom, akkor még nem volt ilyen szállékony, hogy sportoló leszek, ez teljesen véletlenül jött a sport. És a birkózást egyáltalán ki sem próbáltad, szégyelhetem. Hát egyszer a Falkas Péterrel. És pont rosszal kezdtél. Tudod, hogy dzsúdóztunk, hogy majd ő visszahív, de aztán nem maradt ez a visszahívó. De azért szereted a birkózókat, remélem. Persze, én Attilával is nagyon jó vagyok, a Falkos Pettivel is nagyon jó barátságban voltunk, úgyhogy szeretem a birkózókat. Örülök neki. Tehát elkezdtél dzsúdózni. Mi az, amit adott neked a dzsúdó? Tehát ami miatt azt mondtad, hogy igen, itt ragadok, nem érdekel semmi más, mert ugye azt mondtad, nem akartál sportolni. Hát végül akkor elkezdted. Hát igen, elkezdtem. Hát ez jó kérdés volt, hogy mit adott nekem a dzsúdó. Hát igazság szerint most már így felnéz fejjel, hogyha visszatekintek, akkor itt nőttem fel ebbe a közegbe, a sportba. Rengeteg emberrel találkoztam, itt lettem ember igazság szerint ebbe a sportba. Ez csinál belőlem embert, megmondom és őszintén. És ha jól vagyok informálva, a szüleid repülősök voltak? Nem. Akkor ezt honnét vettük meg? Nem tudom, ez valami teljesen... Na, akkor erre mondta a kérdés, hogy itt... Erre a kérdésre szóval, mondtam, Sanyi, ezt a kérdést ne tett föl, de már nem volt időm megvitatni veled. Nem volt, akkor voltak együtt akkor nem. És akkor mik voltak a szüleid, akkor legalább tudjuk meg. Hát apukám nehézgép közelő volt, a
Miskolci Bájérnél dolgozott annak idején, adát az a cégben felszámolták, anyukám meg egy irodában könyvelő volt. Hogy volt? Hát már most de van baj, élnek persze, élnek, hál' Istennek, nincs semmi. És család, testvérek hányan voltak? Hát mi öten voltunk testvérek, úgyhogy szép nagy családunk volt, és nekem most 3 gyerekem van, hogyha te erre is rá akartál térni. Hát rájuk mindenre rátérünk. Úgyhogy öten voltunk testvérek, az a lényeg. És ki lett még sportoló rajtad kívül? Most a családból senki nem sportoló. És miért? Hát, csak én egyedül. Hogyha te, hogy volt egy ilyen gén, volt egy ilyen gén, aki ennyi eredményt el tudott érni, hát akkor biztos, hogy még abból az ötben azért valami még összejött volna. Hát úgy volt, hogy ők is, amikor én elkezdtem gyúdozni, akkor rá egy évre elkezdték ők is. Mindenképpen a két fiú testvérem, de hát utána abba hagyták, lemorzsolódtak. Tehát akkor nem. És a suliban mi volt a helyzet? Nem voltak ilyen problémák, hogy mondjuk esetleg nem tanultál jól, és akkor nem lehetett menni egyszerre. Ezért kellett abbahagynom a kajakozást, És a gyúdott élet? Után, mert állna edzésre jártam, és iskolában meg nem. Sőt, iskolában jártam, csak nem ment a tanulás. Hogy most a sport miatt, és akkor mondta édesapám, hogy fejezzük be. És utána eltelt egy év, és akkor kezdődött a gyúdó pályafutásom. És hogy kell téged elképzelni, milyen gyúdós voltál te, vagy? Hát végülis most is. Tehát milyen küzdőmodorod volt? Tehát ilyen agresszív, ilyen kőkemény, kőkövön nem marad, mert így... Igen. Én emlékszem rád, de jobban szeretném hallani, mert ugye Hegedűs Csaba itt ült, és beszélgettem vele, nem tudom, mondtam neki, hogy nem vagy te egy kicsit szadista, vagy agresszív, vagy azt mondja, nem kicsit, azt mondja, én egy kicsit, ő meg nagyon. Tehát én azt hiszem, hogy a judo sportákhoz kell egyfajta szadizmus, ugye? Hát, hogy is mondjam, nem kell, de... Hát, hogy nem kell. Hát, amikor a birkozók is felmennek a szűnyegre, akkor ott nincs ember, nem látnak semmit, hanem csak a cél van előttük, akkor ki van tűzve a cél, hogy nekik ezt a meccset nyerni kell, és ez így van a judóban is. Tehát amikor felmegyünk, akkor megszállottság kell hozzá. És mik voltak a kedvenc fogásaid? Tehát kartörtél inkább folytottál? Hát nekem a váldobás, nekem az állástechnikák, én állásból voltam nagyon jó. Voltak dobások, a váldobás, támasztott gáncs, hátsó gáncs. És kik voltak azok, akikre úgy felnéztek, akik segítettek neked? Mert azért volt ugye a Varga, Tuncsik, talán Szabó Feriék. Hát amikor én elkezdtem judozni, akkor ezeket az embereket nem ismertem. 13 évesen kezdtem a judozni, elég későn kezdtem én a judót. Amikor én a judó vérkeringésebe kerültem, akkor ott ma abba hagyták a pályafutásokat, ezt gyorsködtek. De hát én ha hallottam az eredményeikről, és ráadás Tuncsik Józsi meg edzőm is voltam meg idejem. Úgyhogy én Varga Imre néztem fel nagyon meg a Tuncsik Józsi abból a társaságban. És bennük mi tetszett? Mi volt az, amit megfogott? Hát az, hogy felmentek a szőnyegre, erőszakosak voltak a szőnyegen, ugyanolyan, mint én. És lehetett tanulni tőlük, igen. Hát engem nagyon sokan nem szerettek emiatt. Úgyhogy az én sportágomban. Igen? Igen, mert amikor felmentünk a szőnyegre, akkor nem volt barátság, amikor lejöttünk, akkor elmentem bárkivel. Szóval nem kegyelmeztél, tehát senkinek nem kegyelmeztél. Úgyhogy még a legjobb barátomnak sem, amikor felmentünk a szőnyegre. Tehát akkor úgy lehet, hogy ez valóság lehet ez a hajtós, mert lehet, hogy te tényleg valamban, tudom én, a régi időkben az őseid valami ilyen kőkemény hajtós valamik lehetek, vagy kutattál valamit az őseid? Annak idején ki akartak a junior keretből tenni emiatt. Igen. Elmentünk Mátrát, az edzőtáborba, akkor zirkáltam az embereket 2 héten keresztül, és feljöttek az edzők, és mondták, hogy ezt a hajtóst el kellene távolítani, mert senkit nem hagy béke. És akkor azt mondta az edző, hogy a Józsi Kesemű Józsi, hogy az akkor edző, hogy azt mondja, gyerekek, ezt az embert nem rúgjuk ki, mert azt mondja, ebből lesz a jó versenyző, ígyétek el. Akkor még én 16-17 éves voltam. És te edzői szemmel akkor könnyű voltál, vagy nehéz? Nem voltam egy könnyű eset edzői szemmel. De hát miért nem? Hát megcsináltál mindent, nem? Akkor mi volt benned a nehéz? Hát, ugyanolyan lehettem, mint Attila. Igen, ez a problémáztál azért? Igen. Én egy problémás ember voltam ugyanúgy, mint te. Igen, elkéstél edzésekről? Elkéstem, aztán visszadumáltam az edzőnek, néha, amikor nem tetszett én, és úgyhogy megcsináltam én is a saját magam húzásait annak idején. És akkor hol volt ez a judóbeli fegyelem, ez a meghajolok? Megy ez külön? A versenyen, igen, versenyen teljesen más voltam. Tehát ott nem beszéltél vissza a bíróknak, elfogadtál? Nem, ott nem, ott elfogadtam, ott el kellett fogadni, ott nem volt más választás, mert különben, hogy nem akar eltiltanak. Oké, akkor mondjuk jussunk el az olimpiáig. Mert állítólag te olimpia bajnok voltál, itt a judósokkal beszélgettem, te ezt az olimpiát megnyerted. És hogy volt ez az egész? Kicsit vedesd le ezt, de úgy részletesen, hogy olyan is felfogja, aki mondjuk nem judózik.
és ma mondjuk nem akar elkezdeni mai nap judozni, és akkor is, hogy próbált közel hozni, hogy mi történt ott? Nem is tudom megmondani, mert szintén így most már 13 éve elteltével. Hát amikor elmentünk az olimpiára, hogy társaság nagyon jó formában volt, a magyar judó csapat nagyon jó formában, Kovács Antti akkor már olimpiai bajnok volt, a csőszemi már olimpiai harmadik helyezett volt. Utána jött két nap, és utána jöttem én, hogy a harmadik nap. És akkor elkezdődött a verseny délután 13:30 körül, és volt 4 meccs, amely tipponnal nyertem, tehát minden 4-et befejeztem idő előtt. És utána jött, hogy a döntő, ott körülbelül olyan 11:30 körül lehetett, hogy a döntő. És ezzel a japán versenyzővel, vagy a Kogával, mert mentem előtte való éve a világbajnokságon, ott elvert a Koga, és most felkészültünk rá nagyon, hogyha netán összekerülünk, akkor meg tudjam ezt a meccset oldani. És megoldottam. Olyan, hogy is már 2,5 perc eltelt a meccsből, amikor adottam egy akciót rajta, amit a 3 bíró nem adott meg. És utána végig támadtam, végig jobb. Tehát az akció milyen értékű volt? Bazari, Yuko? Egy Yuko értékű akció, egy pontos értékű akció volt. Így, ahogy most már visszanézem, nem egyszer. Tehát gondolom, akkor ezt elemezted egy pár szót. Igen. Mert most a tanítványaimnak is most már mutogatom ezeket a kazettákat is. Igen, akkor még nem tudtad, hogy ezeket majd egyszer csak előveszed. Mert ugye az ember akkor csak teszi a dolgát, jönnek a sikerek, és ezek olyan természetesek. Nagyon megtört téged ez a vereség? Hát utána egy évig nem nagyon tértem magamhoz, megmondom őszintén. És mi történt a következő egyében veled? Hát egy évig nem, én is, meg utána 93 világban nekem második lettem ugyancsak. Hát véletlenül, és pont én, arra jártál. És ugyancsak bírói döntéssel kaptam ki ott is, hogy a koreai ellen. Ezt komolyan mondod? Igen. Nem tudom, meg nem szerettek a bírók valamiért, nem tudom. Hát én kemény asznak nézel ki, és hát... Na és megvolt az akcióm, tehát a 2,5 percnél, utána végig támadtam, és amikor a mérkőzésnek vége volt, akkor én 100%-ig meg voltam róla győződve, hogy én vagyok az olimpiai bajnok, és erről az eredmény hirdetésnek kiderült, hogy a 3 bíró nem így gondoltam is. Úristen. Hát igen, mikor ugye elmondod azt, hogy 11 érmed van, ami az egy hát judo sportban, hát az nagyon-nagyon sok érem, az rengeteg. Igen. Hát szóval azokat ez magyar versenyeken összeszedni elég. Nem ilyen világversenyeken, és aztán akkor hozzáteszünk azt, hogy tulajdonképpen itt lehetett volna egy világbajnoki arany, és mondjuk akkor most nem Kovács Antal lenne az egyedüli világbajnok, akkor most lenne 2, és ha mondjuk megnyered az olimpiát, akkor van 2 olimpiai bajnok, tehát tényleg ilyen apróságokon múlik el, de azt hiszem, hogy nem érdemes ezen neked bánkodni, hiszen kiválóak ezek a sikerek, és hát ugye, mint mondtad, most gyermekekkel foglalkozol, hány versenyződ van most? Hát most 110 gyerekkel foglalkozom. Akkor nem rengetegen akarnak judózni, ahogy elkezd, és kint meg zokogtál a vállamon, most akkor sokan van. Szeretnék 200-at inkább? Csak nekem az a probléma, hogy mostani a társaság, tehát a mai fiatalok azok nem ilyenek, mint az ilyen társaságon volt. De miben lássuk? Mert ugye mindig arról beszélünk, aztán lehet, hogyha mit tudom én, nem akkor éltünk volna, hanem most lennénk fiatalok, akkor ugyanezt mondanánk majd 15-20 év múlva. Nem csak mi meg ideologizáljuk ezt az egészet? Kitaláljuk? Vagy én is azt kérdezem, mert többen mondták ebben a székben ezt. Úgyhogy én látom, hogy mint hogy mai fiatalokat inkább elmennek a számítógép felé a mai fiatalok, nincs kedvük sportolni. És mi a rosszabb a számítógépben és a sport között? Mi az, ami más? Vagy miért beszélnéd te rá őket inkább arra, hogy sportolnak, mint hogy számítógép? Most nem tudom, mint a kérdés, nézők is biztos hallották, hogy leveszik a testnevelés órák számát, vagy az iskolákban. Úgyhogy szerintem kell a sport, hogyha mondjam, hogy gyerekek. Amikor elkezdtem gyerekekkel foglalkozni, akkor az első edzőtábor tartottam nekik itt nyáron, és elvittem a társaságot futni, azt kértem, hogy fussanak le a pályán 3 kört, és a 3 kör után a fele társaság elkezdett hányni. De nem bírtak lefutni 3 kört. Hát én is azt mondom, hogy azért a sport, ha nem is olyan szinten talán, mint ahogy te vagy, ahogy Attila milyen szinten üzte, de az biztos, hogy egy középszinten szerintem minden embernek korhatár nélkül. Én azt mondom, hogy a kisgyerektől egészen a nyugdíjasokig muszáj mozogni, mert hát emberek vagyunk, nekünk muszáj mozogni.
Önök a Rólad is szól a dal című műsort látják, most nézzünk meg egy videóklipet, és természetesen jövünk vissza, a vendégünk továbbra is Hajtós Berci, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok és 11 érem tulajdonosa. Üdvözlöm Önöket! Hát azért húztuk le a klipet, bár őszinte megmondom, nekem a kedvencem, hiszen
Jáger Imre a barátom volt, de kevés az idő, és hát szeretném, ha még azért Berci néhány gondolatot el tudna itt mondani, hiszen ő kiváló sportoló volt, és megérdemli, hogy beszélhessem. Mit jelentenek neked a díjak, hiszen a köztársasági érdemlet kiskeresztjét is megkaptad. 1989-ben az év dzsúdósa voltál. Jelentenek neked ezek valamit? Igen, nagyon sokat jelentenek, ez, hogy az eredmény elismerése volt az államtól. De hát jobban örültem volna, hogy az aranyérem után tüntetnek ki, hogy azért sajnos nem sikerült, de hát ennek is nagyon örültem, amikor megkaptam ezt a kitüntetést. És mit jelent neked a pénz az életedben? Abból gondolom, hogy nem lehet sok, úgy gondolom. Nem tudom, ezt lehet, hogy itt közben egy táskába jöttél, csak eldugtad, elástad itt kint. Jó sportot választottunk ilyen szempontból. De előbb azt mondtad, jó sportot választottam, hát jót vagy rosszat? Milyen szempontból választottunk a sportot, hogy hát itt nálunk meg a birkózásban is azért nincsen olyan nagy pénzek, te is tudod. Sajnos. Tehát amikor 93-ban világbajnokom második lettem, akkor sírva fakadtam majd, amikor hozzájöttünk, ott a 280 ezer forintot a második helyen. Úgyhogy, hogyha jobb labdarúgó megkeresi fél hónap alatt ezt a pénzt. Hát vagy egy nap alatt. Én meg egy éve dolgoztam érte is. És miért kell neked a pénz? Mit szeretnél te vásárolni a pénzen? Mire van szükség? Most a te elméletedre vagyok kíváncsi, hogy igazság szerint most már semmi, most már családi házom megvan, majd nézem összekapartam, ott van az mit jelent? Magad építetted vagy? Hát igen, az is volt benne, persze segített a kaverok és minden, úgyhogy majd nézem összejött ez is. És a feleséged... Nincsenek igényeim, nagy igényeim. Bocsánat, a feleséged mivel foglalkozik, szabad megkérdezni? Most ott van a három gyereke, főállású anya. És te milyen szereped van a nevelésben? Tehát kiveszed a részedet? Hát most már ki tudom venni a részemet, de hát amikor versenyző voltam, akkor tudod, hogy utaztunk edzőtáborokba versenyről. Volt olyan év, hogy a 12 hónapban, 6 hónapban nem voltunk itthon, mert akkor a feleségemnek biztos, hogy nem lehetett könnyű. Akkor nehéz dolga volt, de most már otthon vagyok általában délelőttönként, és akkor tudok segíteni. Ez jó. Jó estét kívánok, van egy telefonál. Halló, jó estét kívánok! Jó estés, Anyika. Jó a műsor. Szia, üdvözöllek! Halló! Hallgatunk! Jó a műsor, Móriper vagyok. Csináld tovább! A nevedet mond még egyszer? Móriper vagyok. Ja, szia, üdvözöllek! Ja, most, mert kicsit visszhangzott, aztán nem lehet. Nagyon szépen köszönöm! Sanyika, csináld tovább! Jó a műsor! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és jól esett, hogy telefonáltál. Köszi szépen! Hát, megmondom őszintén, amikor elkezdtem, amikor végül is arra adtam a fejemet, hogy megpróbálok egy műsort csinálni, akkor mindenféleképpen az volt a cél. A Bróli Péterrel beszélgettünk, és ugye együtt közösen úgy döntöttünk, hogy mindenféleképpen valami értéket szeretnénk képviselni, és én úgy gondolom, hogy az, hogy ilyen nagy bajnokok itt ülnek, az mindenféleképpen egyfajta érték, mert azt hiszem, hogy egy kicsit elment rossz irányban a példaképek megválasztása. És én azt gondolom, hogy ha az ember bármiben nagyot alkot, mindegy az, hogy festészet, vagy szobrászat, vagy sport, bármi, csak valami olyat tegyen, aminek van nyoma. Én azt hiszem, ennek a 11 éremnek mindenféleképpen nyoma van. Hogy ismeri el a családod? Mit egyáltalán a gyermekeid értékelik ezeket az eredményeket? Hát meg gondolom, igen, csak hogy tudod, van úgy, hogy jó apu, nyugodjál meg, jó, nem, és majd lehet, hogy 15 év múlva ott ülnek, és akkor így csinálják, hogy ez volt az apukám, úristen, mekkora ember volt ez, és mi ezt nem vettük kellően komolyan. Ők komolyan vesznek téged otthon? Igen, komolyan vesznek a gyerekek. Úgyhogy az egyik fiam az elment vívni, hogy most 16 éves a Berci, elment vívni egy új törekvésbe, most ott vív az Érsek Zsolti barátomnál. És a középső fiam, hogy van Bengyő, az pedig elkezdett dzsúdózni, és már 5 éve dzsúdózik ő is. És általában a szülők félnek attól, hogy ugye tudod azt, hogy a dzsúdó az egy kőkemény sportág, nagyon sokat kell dolgozni, hogy egyáltalán valami történjen. Te ezt akarsz, hogy a fiad ilyen kőkeményen szenvedjen? Én ezt akartam, igazság szerint én azt ugye, mondtam ugye? Először, hogyha majd nem kéne, hogyha majd dzsúdózom, tudod aztán rá... Mennyire lehet kégyűjteni? Nem jó az, hogyha a gyerek az apja árnyékában nő fel, igazság szerint. Igen. Úgy érzem, mert hogyha mondja, itt marad a pályán a fiam, akkor azt fogják nekem mondani, hogy bezzeg az apád annak idején, az milyen jó dzsúdós volt, és te meg akkor ezt nem úgy csinálod, ez így nem jó szerintem. De hát ő szeretett volna dzsúdózni, hogy.
És a gyermekeid közül kik az apásabbak? Hát a lányom. Lányod? Igen, én most 6 éves, mint a lányom. És mi minden az, amit megteszel érte? Tehát mondjuk elviszed a... Hány éves most, mit mondtál? Hát 6 éves múlt. 6 éves, tehát akkor még óvodában jár, most lesz iskolás, ugye? Tehát el szoktad vinni az óvodába reggel? Ha, persze, én viszem minden reggel az óvodába. És te is hozod? Nem, a feleségem hozza, aki a edzést tartok, amikor az óvodába hazahozza a feleségem, és ő is gyúdózik. Igen? Elkezdett gyúdozni, és nem tud lezavarni a szőnyegről. Nagyon helyes. És mi az, amit otthon megcsinálsz a házi munkával? Nagyon-nagyon ritkán főzök. Megtanultam főzni, és hál' Istennek is nagyon ritkán főzök azért. Tehát a házi munkában bármit, ha kell, elmosogatok, ha kell, felporszívózok, úgyhogy teljesen mindig meg tudom csinálni. Tehát azért nem vagy egy rossz férj, ugye? Nem, minket úgy nevelt, hogy otthon anyukám, hogy ezeket a házi munkákat elkezdett végezni. 5 gyerek mellett neki nem volt ideje arra, és a munka mellett, hogy úgyhogy a lakást takarítson, és délelőttönként ezt nekünk elkezdett végezni a délutánonként. Szerinted a judo sportban most minden rendben van már, hogy mielőtt végére értünk a műsornak? Ez egy utolsó kérdés, tehát egy ilyen mentő kérdés neked. Minden rendben van a judo sportban? Legyen mentő kérdés, no comment. Ennyi. Nagyon örültem, hogy elfogadtad a meghívást. Tudod, én csak jó szándékból kérdezem, mert én azt hiszem, hogy minden nagy bajnoknak a véleményét figyelembe kell venni, hiszen nem véletlenül voltál te is bajnok, Repka Attila és a többiek. Valamit letettetek, tehát valami közöttök van, valamit értetek hozzá, tehát van valami van, nem tudom, hányadik érzéketek, amivel talán hozzá tudtok szólni ehhez a sportákhoz, mondjuk ahhoz, amit például te visztél mondjuk a judóhoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, további sok sikert kívánok, és szerintem a 100 gyerekkel ne elégedjél meg, legyen 200. Reméljük, hogy lesz 300, és nagyon szépen köszönöm én is a meghívást. És köszönöm, hogy itt voltál. Önök a Rólad is szól a dal című műsort látták, vendégünk volt Repka Attila, olimpiai bajnok, 4-szeres Európa bajnok, világbajnok ezüstérmes, és Hajtos Berci, 2-szeres Európa bajnok, olimpiai világbajnok ezüstérmes, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm, hogy velünk voltak, nyugodalmas jó éjszakát.